megpróbálunk nagyon gyors módszerrel egy ilyen képet előállítani ebből az eredeti fotóból. Tehát ez egy kicsit olyan művészibe hajló, kicsit olyan lágyabb, és ugye a poén az, hogy a szájszíne az más színű lesz. Hát lássuk neki. Először is természetesen másolatot csinálunk erről a rétegről, és ebből elveszük a színeket. Itt az image együttmenten belül a desaturáttal lehet megoldani. Nagyon könnyen vissza lehet hozni az eredeti háttérből a szájnak a vörös színét, és most ezzel a radírt próbáljuk ki. Hát jó is ez a méret, én úgy látom, nem kell különösebben állítgatni semmit, és már meg is van az eredeti szájról készült felvétel. Megint csináljunk egy másolatot is, hogy legyen egy kicsit olyan elmosódottabb a fotó, tehát a filter blur menüben a Gaussian blur lehet, már is beállítani. Oké, okay, és próbáljuk meg az összhatások közül az overlay használni, hát ha már valami hatásunk lesz, még kicsit túl kemények a kontúrok, ebből ezért érdemes egy picikét visszavenni. És hogy az egy sejtelmes hangulat meg legyen, amit ugye szeretnénk elérni, ezért csinálunk egy másolatot erről a rétegről megint, és adjunk hozzá egy átmenetet, egy színátmenetet, ugye ez a festékes vödörhez közkörnyékén kell keresni, ez a gradient túl. Hát nem kell túl nagy, szerintem elég lesz kb. ide húzni, már is jobb, lehet fel egy kicsit kísérletezgetni. Ez már sok lett. Ez nem tűnik rossznak. És mivel átmásoltuk az előző réteget, a tulajdonságait vitte tovább, és itt az összhatás módok közül érdemes választani a Soft Light-ot, ugye lehetne itt kísérletezni mindenfélékkel, de ezzel egy kicsit olyan lágyabb fényt kapunk. És már is láthatjuk, hogy az eredeti fotóból pillanatok alatt egy ilyen sejtelmesebb művészi hatású képet varázsoltunk.